A város gazdasági társaságai és intézményei is elkészítették féléves beszámolójukat, melyből kiderült, stabil gazdasági háttér mellett tudnak az elvárások szerinti szakmai munkát végezni. Szó esett emellett a város gazdálkodásának helyzetéről is. A beszámolóból kiderült, a következő testület egy stabil gazdasági hátterű várost vehet át a jelenlegi vezetéstől. A képviselőtestület több napi rendi pontján keresztül féléves beszámolók elfogadásáról döntött. Ez a gazdasági társaságokhoz kapcsolódott, oktatási intézményhez kapcsolódott, de város működéséhez is. Ezeket a beszámolókat megtárgyaltuk és elfogadtuk. Ezekből azt tudtuk leszűrni tapasztalatként, hogy stabilan jól működik valamennyi intézményünk, rendszerünk. Pénzügyileg stabil helyzetet hagyunk itt, ha így lehet fogalmazni, hiszen a féléves számokból kitűnik, hogy ha rendkívüli események nem jönnek, a gazdasági társaságaink is zökkenőmentesen tudnak működni az év végéig. Önkormányzat is úgy tud működni, hogy nem kipakolt kasszát hagyunk itt, hanem biztonságosan, stabilan, a következő városvezetés erre építve tudja majd az év hátralévő részét lebonyolítani, illetve erre építve tud majd egy új költségvetést összeállítani. Bozsolik Róbert polgármester hosszan értékelte az elmúlt 5 esztendő munkáját. Azt emelte ki, hogy először az önkormányzatiság történetében vagyongyarapodás történt, és sikerült olyan forrásokat szerezni, melyek megalapozhatták Bátaszék gazdasági növekedésének alapjait. Nagyon sok mindennek gazdagodtunk. Gazdagodtunk a szó anyagi értelmében, hiszen vagyonunkat tudtuk növelni, mint egy 1,9 milliárd forint pályázati forrást tudtunk Bátaszékre hozni. Az életünk, városunk életének sok-sok területén tudtunk értéket létrehozni. Ez is fontos ahhoz, hogy egy közösség jól érezze magát. De úgy gondolom, abban gazdagodtunk igazán, hogy közösségként tudtunk ebben az 5 esztendőben gondolkodni. Ezeket az eredményeket együtt értük el. Nem a polgármester, nem a képviselőtestület, hanem ennek a városnak a közössége, apraja, nagyja, kicsitől az időnség. Független attól, hogy hogyan gondolkodott, vagy gondolkodik a világról, független attól, hogy milyen nemzetiséghez tartozik, vagy éppensége milyen korcsoporthoz tartozik. Ez együtt gondolkodás volt ennek a városnak az ereje. Ebben rejlett az, hogy ilyen sikeres 5 esztendőt tudtunk véghez vinni. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, akinek ebben része volt, ebben az 5 esztendőben, ha nem is dőlhet hátra elégedetten, de mindenképpen elmondhatja magáról, hogy ami rajta múlott, és amit meg lehetett tenni ezért a településért, ezért a közösségért, azt maximálisan megtette. Aztán, hogy majd milyen osztályzatot kapunk, az október 13-án kiderül.